Sziasztok! 2023. szeptember 17. vasárnap délután olyan 13:30 van. Valahol itt vagyok Pogány mögött a Földes úton, és megcélzom Mária gyűdöt. Végig Földes úton, itt elmegyünk majd Bise irányában át a hegyen, a Villányi hegyen, és akkor leereszkednék a Mária gyűdi templomhoz. Aztán hazafele már betonúton jönnék. Hát ami azt illeti, elég régen találkoztunk, furcsa is egy kicsit így kamerára beszélni ennyi idő után, de hát úgy jöttek össze a dolgok, hogy hosszabb túrára nem mentem idén, sőt, ilyen több napos túrára se tudtam sajnos. Hát majd legközelebb, ezért mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek van lehetősége, feltétlen ragadja meg, hiszen nem tudja, mit hoz a holnap. Ez most nálam is így volt, ez az év elég sovány volt nagy túrákban, azaz, hogy nulla volt. Igaz, így délutánonta egyszer-kétszer így elmentem így bringázni pár órát nyáron, amikor már ugye hűvösebb volt, így este felé. Tekertünk decópajtival is, de hát olyan utakon mentem, hogy ott nem érdemes kamerát ragadni, teljesen szokványos út, igazából csak így mozgásérzéke van. És itt vagyok a Pogányi keresztnél, dicsértessék, és innen ez az út balról jön föl a tó felől. Jó időnk van egyébként, van egy kis szél, egy ilyen 27-8 fok lehet, és szinte únyi vastagon áll a por az úton, ami azt illeti, a szegény bringát sajnálom is, úgyhogy lesz majd utána nagy pucolás, bringa csiszikölés. Gyakorlatilag nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen száraz szeptemberünk, kicsit zörög a sisakom a kormányon. Egyszerűen olyan száraz minden, hogy nem győzöm esténként locsolni a kertet. Úgyhogy van munka bőven. Na, itt halványabban kicsit jobb az út. Minden esetre a teleszkópos bringát hoztam most magammal. Ezzel azért kicsit kényelmesebb. Elő van egy teleszkóp rajta. Kicsit csörög a sisakom, de azt is elhoztam, mert hogy hazafele majd autóúton megyünk, akkor nem árt volna az emberen. És itt végig a marstáj. Na, még látszik szökérnek az átjátszója is, ott az antenna. És én nézem a bringát, szegény, alig jöttem vele talán egy kilométer, de már tiszta por, hárása nézek inkább. Ezt nem az eső miatt hoztam, ez csak így, hogy megvédje a portól ezeket a csomagjaimat, kis tatyókat. Remélem arra jó lesz. Vizet most is hoztam bőven, de kell is, mert jó meleg van. Ma egészen változatos túrautunk lesz, ilyen földút, porosút, aztán ott van a Villányi hegy, talán látszik itt a bokrok mögött, ott egy kis ilyen hegyi út, hegyi kaptató, aztán le a templomhoz, majd megint betonút. Egyébként itt van a Mária gyűdi zarándok útvonalnak a jele, és a tábla is, csak benőtte a gaz. Napraforgót meg lehet nézni. Porszáraz. Ezt is lehetne már aratni. Ezt is lepermetezték, azért barnult meg ennyire. No, akkor újra útra fel. Hát most kivételesen nem a tengerfövenyét mutatom, hanem ezt a vastag poros utat. Azért van különbség, nem? Egy kis beleéléssel végül is, majdnem görög táj már ez is. Csak épp nem fügefa van itt, hanem éppen egy akác csemetés. Aztán a bring az olyan poros lesz, hogy ezek után szóba se fog állni velem. Hú, mennyi szalma bál a végig. Na, itt már azért jóval egyenletesebb az út. Itt már zajlik is a napraforgó betakarítás. Ott van a kombájn a háttérben. Jó öreg kis Class Dominator. Klasszikus. Nagyon kellemes ez a vasárnap délutáni idő. Ez a pont jó idő van most. Nincs túl meleg, nincs hideg sem. Jár egy kis szél. Néha felerősödik. Nagyon élvezetes. Azért ilyet is ritkán látni, milyen szépen zöldül itt a lucerna.
Jó, belendült itt a szél ismét. Le se nézzek, hogy néz ki a bringa, milyen poros lehet. Na, azt hiszem, itt megállok iszok egyet. Nyerekből. Bicikli. Kezd teljesen mat lenni a portól. De bírja a strapát. Jaj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 
Amúgy gyönyörű a táj, élvezem. Ez itt valami repce, csenevész repceföld. Itt ott még azért virágzik is. Meg is mutatom. Nézzétek csak! A méhecske is itt van. Van egy-két bárányfelhő. Az a tipikus gyönyörű őszi idő. És egy milyen szép kis völgy. Na azért egy őzet jó lenne látni, de hát sajnos úgy néz ki, hogy benn vannak a fás területeken. De attól még szép. És ott szemben távolban a Szársomjó. Tőle balra a Fekete-hegynek a csúcsa is látszik. Jó ez a csend, ez a nyugalom. Fecskék még nem mentek el, itt vannak, molnár fecskék vannak mellettünk. Mondjuk a felvételben szerintem nem sok látszik belőlük. Nagyon szép ez a völgy. Hát ez festői. Kicsit magasabb lenne a hegy, mondjuk egy 1000 méter, vagy 1500, de jó lenne, ha lenne itt egy ilyen hegyünk. Na mindegy, hát ez van, ezzel kell beérni, ez is szép. És lejt tovább az út. Amúgy nagyon vigyázni kell, mert a két keréknyom között van egy ilyen mély sáv, amit takar a fű, és hogyha nem látom, akkor bizony megfogja a kereket rendesen. A borulás. Igen, szerintem itt lesz mindjárt a bisei halastó. És itt már van is egy tábla. És itt van Bise Mária Gyűd. Magyar Zarándok út. Szépen bekavicsosodott az út. Visszafordultam, mert el is hagytam a horgásztónak a beágazóját. Azért megmutatom a bisei horgásztavat. Ugye innen jöttem jobbról, ebből az irányból. És ez meg itt a behajtó. Ez valami zarándokház lehet. Közvetlenül itt a tó előtt. Szépen elrejtve áll itt a bozótosban. És már itt is van a tó bejárata. Itt a gát. Majdnem körbe mentünk itt tavasszal. Azt hiszem tavaly tavasszal volt ez az alkalom. Még megyek egy kicsit előre, aztán fordulok vissza. Le is teszem itt a bringát. Akkor a kis kitérő után megyünk is vissza az útra. Ismét az úton vagyok, és ahol van lejtő, ott van emelkedő is. Eddig 9 km, 9,5.
Na és azért megálltam, mutatom így nyugodtabban is a tájat, hogy nem rezeg, nem lötyög a kormány meg a bringa, rászkódás nélkül. Bár mondjuk a stabilizátor azért nagyon jó, azért megdolgozik a pénzéért. És ebben a pillanatban meg is érkeztem Bisére. Innen már egy nagyon komfortos kis betonút. Csendes, nyugodt kis településnek tűnik. Itt van valami haranglábszerűség. Igen, ott a harang benne. Ez a Kossuth Lajos utca, ez itt szemben meg a Rákóczi. Ez már itt Bise szőlőhegyi része, a jelölés az oszlopon, és valahol majd hamarosan fel kell kanyarodnunk balra, ahol folytatódik az emelkedő. De távolban a mecsek, Péccsel, háttérben Bise szőlőhegy buszmegálló, és akkor itt elmegyünk föl, nem jön semmi, balra. És akkor az emelkedő. Hurrá! És ez most már valóban hamisítatlan bisei szőlőhegy. Reméljük kutyamentes. Na és mit látok? Tényleg Görögország. Itt van ugyanis ez a nád. Annó, amikor voltam Porálián, az út szélén leánderek és ilyen náda kövezték a haladásomat. Erről a nádról mindig ez jut az eszembe. Hát a bringa szegény nem lett tisztább. És innen mutatom, már jobban látszik a magasság, ahol vagyunk. Hát ilyen 350-80-ra satszolom ezt. Van itt egy enyhébb szakasz. Felpattantam kicsit a bringára. Itt újra szép enyhe az út, szintén nyerekben folytatom tovább a haladást. Egyébként nem olyan vészes ez az út, vannak rosszabb szakaszai, de a poros földútnál azért százszor jobb. És mindjárt érkezünk majd egy útkereszteződéshez. Azt mondja, hogy itt a négyes elágazás, és követem az Arándok útvonalat balra. Mondjuk nagyon jó, ott vannak a felfestések, csak lelettek húzva színnel, semmilyen piktogram jel nem látszik rajta, de ugye itt vannak a táblák, és mutatja is, hogy Mária Gyűri Zarándok útvonal. Innen még Mária Gyűd, 3,5 kilométer, 1 óra. Gyalog. Közben váltottam egy szemüveget. Elég jó megőrizte ez az esővédő a portól. Aránylag csomagot, de hát én is azért porzik rendesen. Szóval cseréltem egy szemüveget, most kavicsos erdei útszakasz jön. Már több lesz az árnyék, és újra nyerekben. Ugye onnan érkeztem, arról az útról, és akkor szépen lassan, ráérősen, easy riderben haladunk tovább. Bazilika irányában. Ilyen mini magas les, de mondjuk nem is kell ide nagyobb, hogyha abba az irányba lőnek. Nem tudom, valami szószék. Szajkók megint itt elégedetlenkednek, hallom. Érdekes, az összes ilyen piktogram jelölés le van fehérrel festve, szerintem meg fogják újítani ezeket. Azért lettek fehérrel kinullázva. Rögtön itt látszik a fatörzsén is ez a három. Teljesen fehérrel le van festve, áthúzva.
Szóval mindenfajta út volt. Földút, kavicsos út, betonút. Ezeknek a különböző verziója. Hogy de szép ez a szakasz. Még a fényiránya is kedvező. Hát, ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Ugyan a kövek kicsit dobják a bringát, dobálják, de annyi baj legyen. Nem megyek olyan gyorsan. Azért jó ez a teleszkóp rajta. Mindenképpen segít. Mindjárt jön az árnyékos oldal. Az árnyékos szakasz. Voilà, bent az erdőben. Továbbra is köves út. És van egy kis emelkedőnk. Úgyhogy itt rögtön el is megyünk jobbra. Így, így. Itt már jobb az út. Komolyan mondom, ez a nagyszemű kőzúzalék sokkal jobban kifárasztja az embert. Itt egy kies plac lehet pihenni. Táblával, szemetessel, kukával. Itt a Mária gyűd oszlop jelzése. Kultúrát hely. És mi megyünk tovább egyenesen. Sorompó irányában. Itt a Szent Jakab sárga nyíl jelölése. Itt megkerüljük szépen a sorompót. És szép erdei szakasz. Eltűnt végre a nagy köves út. Nem ez a lágy erdei avar. Ez fedi itt most az utunkat, és ez a sárga csík túra útvonaljelzés. Utunkat pedig ilyen ismertető táblák szegélyezik, ez például azt mutatja be, hogy egy fának mennyiféle lakója van, a madaraktól kezdve az emlősökön át a két éltőig, a rovarokig bezárólag. Olyan meredek az út, ráadásul kavicsos is ez a nagyszemű kavics, hogy inkább tolom lefelé. És érkeztem ehhez a kis házhoz, majd mindjárt bekanyarodok hozzá. Na, és itt portkő. Ismét egy kis tisztás, pihenőhely, tűzrakóhely, padokkal, kukával. És itt van ez az erdei ház. Bringa megáll, oké. Ez a Piber gunyhó. G-vel gunyhó. Jó hangulatos. Én meg azt hiszem, iszok egyet, és ott lehet, hogy kajázok is itt a padnál. Ez lesz a menü. És paprikás krumpli kolbásszal hoztam mellé kenyeret, meg utána egy kis sütemény. Mielőtt megálltam és leültem itt tenni, azért kicsit aggódtam, lesznek ez a nyagok. Itt ülök már egy 5 perce és semmi. És mivel most mind a két kezem kelleni fog a fékekhez, ezért átváltottam fejpántra, fejkamerára. Itt már mind a két fékkel keményen. Elég sziklás, köves az út. Sok gyökér is van. Könnyen meg tudja dobni a kereket. Ez a csodabogyó tanösvény.
Ezen haladunk le a bazilikáig. Itt is már a hullott tavar. Elég bozótos a szakasz. Lesz utána majd egy kis kullancs ellenőrzés. Mindig ezen a behajló fűszálakon vannak a kullancsok általában, de ez most ez a nagy szárasság, ami volt, ez nem kedvez nekik. Bízom benne, hogy itt most nincsenek. Ába a teleszkóp, az első teleszkóp az nagy segítségemre van az útban. Hátsóm nincsen, sajnos nem összteleszkópos, és itt is vagyunk már a kilátónál. Meg is állok itt egy pillanatra. Ó, fixen áll. Akkor menjünk fel a kilátóba. Gyönyörű szép le lett festve. Ennek örülök. Az állag megóvás az mindig fontos, hogy ne menjen tönkre. Csiga lépcső vezet fel, és már meg is érkeztünk. Előttünk Mária Gyűri Bazilika. És a háttérben a szársomjó. Gyönyörű szép ilyenkor a hegy. Még nem jöttek elő az ősznek a színei. Szeptember közepe van még csak, de később ez még szebb lesz. És akkor újra nyerekbe. Eddig 15,3 km, és most van 4/5. Hát itt már jóval hűvösebb, mint egy ilyen mini kanyon. És most érkeztem a földomlásos részhez, az előszfalak közé. Hát durván néznek ki ezek a falak, megállok itt egy pillanatra. Tudom, látszik itt végig a fáknál. Itt van ilyen kúszó növény indája, leomlott agyagrész, és itt mellettem is végig ezek az agyagfalak, látszanak benne a fák gyökerei. Nem rossz. És akkor itt szépen átevickélek. Most lassan érkezünk a kanyonnak, a mini kanyonnak a végéhez. Na, itt aztán van bozótos, bozót alagút. Sárga csík turista jelzés, alá meg nyugodtan képzeljük oda a Mária jelzést. Itt a csodabogyó tanösvény jelzése. És mindjárt érkezünk is a betonúthoz. Hát nem ilyen beton, ilyen fektetett oszlop darabok. És itt van a református templom, a Mária Gyűri református templom. Szemben pedig velünk a bazilika. Csodaszép, csodaszép! Még mindig itt vagyok a templom alatt, és itt már látszik szépen mind a három jelzés, a Szent Jakab, a Sárga Csík, illetve a Mária jelzés. 16,6 km után most van 16:30, és megérkeztem Mária Gyűrűhöz, a bazilika alá. És fel is toltam itt a lépcsőnél. Jaj, de szép ez a bokor. Igazi őszi termős növény. A szabadtéri mise helyszín itt fönt, és előtte a szűzanyaszobor.
Kisé vihar vertem porosan, de rá se ismerek a bringára, de megérkeztem Gyűdre. Egy pillanatra mutatom a szabadtéri misézőhelyet. Itt szokták tartani a kültéri rendezvényeket. És itt két oldal, itt ezen a félköríves esőbeáróknál, meg itt is bőven van hely a híveknek. Kerengő. Pillanatra benézünk a templomba is. Akkor lenézek a látogató központhoz. Ilyen szép nap, óra. És itt a látogató központ. Most leszállok, mert lépcső lesz. Na, ki is jöttem. Vettem két csomag ilyen mézes kalácsot, legyen valami emlék Mária Gyűdről. 1150 volt darabja, 250 grammos egy, illetve vettem még egy ilyen gyertyát, ez a tömzsép, ez meg 850 forint, úgyhogy ezek Mária Gyűdről emlékek, ez meg természetesen el lesz fogyasztva. És erre van rámpás kijárat is. Nem kell a lépcsőkön átemelnem a kerékpárt. Viszlát Mária Gyűd. És lefelé a paplak felé. Ez a rész itt pedig Siklós Mária Gyűd. Siklós Mária Gyűd vége. Semmi mögöttem, lemegyek gyorsan balra, van itt egy kerékpárút. Sajnos sokáig nem fog tartani. Addig is gyönyörködjünk a szép szőlő vesszőkben, a szép szőlő tőkékben, sorokban. Siklós 2 kilométer, villány még 15, de hát mi arra nem megyünk. A hegyen Vókányon át megyünk keresztül. És nincs nagy forgalom szerencsére. Mellettem balra villányhegyek és véges végig szőlősorok, amíg a szem ellát. Meg is érkeztem a körforgalomhoz. Menjünk tovább balra, föl Vókány irányába. Itt a Göntérdomb. Rövid nadrágban mindjárt kényelmesebb. Sokkal komfortosabb. 3 folyó túra útvonal tábla. Városhegy dűlő. Újítás volt, tettek ki ilyen táblákat, különböző dűlőket elnevezve. Régen is így hívták, csak eddig nem volt feltüntetve. Szársomjónak hogy látszanak a kőfejtői? Ez itt például a Göntér dűlő. Ez a szép új tábla, ilyenek vannak kitéve úton, útfélen, jelölve rajta a terület. Követjük tovább a 3 folyó túra útvonal táblát. Erre azt hiszem Nagy Tótfalu van. Nem erre megyünk, hanem föl hegynek.
az átjátszó irányába. Itt is szőlők végig, pinceházakkal. Rendezett porták, szép házak. Szép kitekintés jobbra is. Bókány, szőlőhegy. Meg is érkeztem ezzel a mini hágó tetejére. Innen gurulás egészen a Bókányi vasútállomásig. Kár, hogy már nem süt a nap a völgyben. Itt is vannak pinceházak bal oldalt. És ez itt már Bókány. Megnézem, mennyi víz van a patakban. Hát, ez szerintem ki van száradva szinte. Épp, hogy az alján van egy pici mutatóba. Mit építenek ide is? Újdonság. Itt nagyon rossz az út minősége, úgyhogy átmegyek erre a járdára. Jaj! Isten hozta Bókányban. Cross Border Bike Route. És egy ismeretterjesztő tábla infóval. Itt milyen az út? Azt a betyárját. Olyan az út, mint hogyha lőtték volna. Amúgy rendezett hely, és egy játszótér szépen le van kaszálva. Milyen takaros kis busz megálló van itt Bókánynál virágokkal. És benne még könyvek is vannak. Bókányi templom. Csertessék, milyen szép környezetben van, virágokkal. Gondozott terület. Bókányt elhagyva, milyen kopár ez a terület itt. Beszántott tarló. És jó ez az emelkedő. Rövidesen mindjárt fölérek a tetejére. Azért van forgalom, hiába van vasárnap délután. Autók jönnek, mennek. Hurrá, fenn vagyunk a tetején. Megérkeztünk. Távolban az újpetrai templom tornya látható. Szársomjó villányi hegy vonulata. És megérkeztem Újpetrére. Újpetra a csendes kis település, a gólyák már leléptek, úton vannak Afrikába, üres a fészek. Gyerekek, elhagytam Újpetrét, az van, hogy innentől már inger szegény tár jön végig, ahogy látjátok, tarló az egész kopár terület. Nincs mit kamerázni, filmezni, úgyhogy én lassan el is búcsúznék tőletek, köszönöm, aki velem tartott. Sok mindent nem tudtam mutatni, de remélem, ami volt, azért tetszett. És akkor csáó mindenkinek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!